Maros megyei mintára a városban is megalakítják a Magyar Állampolgárok Klubját, azok lehetnek tagjai, akik már megkapták a magyar állampolgárságot, mondta el az EMNT udvarhelyszéki elnöke Nagy Pál. A társaság létrehozásának egyik célja, hogy még jobban felkeltse az érdeklődést a könnyített honosítás lehetősége iránt. Ezért különböző programokat, előadásokat szerveznek a városban, leghamarabb pénteken 18 órakor a művelődési házban. Molnár V. József, néprajzkutató Horthy Miklós egy zsidó ember szemével című előadásán lehet részt venni. Az év folyamán több kulturális rendezvényt bonyolít le az EMNT, Szabó Károly elnökségét a kiemelte, májusban megemlékeznek Áprili Lajos halálának 45. évfordulójáról, majd novemberben felolvasó estet tartanak, amikor a költő műfordító alkotásaiból szemelvényeznek. A Magyar Költészet napján április 11-én pedig József Attila kap főszerepet, de a tervek szerint nyáron Kóskároly munkásságát is bemutatják az udvarhelyi közönségnek. A Magyar Állampolgárok Klubjának megalakítása a kettős célt szolgál. Köztudott, hogy az MNT irodájában folyik a honosítás. Erre akarjuk jobban felhívni a figyelmet, hogy tudatosítsuk az emberekkel, hogy igenis erre lehetőség van, a magyar állampolgárságot segítünk úgymond megszerezni ennek az ügyintézésében. A másik pedig, hogy olyan előadókat hívunk, akiknek a tudása az, amit tud és átadja a hallgatóságnak, attól többek leszünk. Lehetőleg igyekszünk azért a magyar kultúra, a magyar történelem köré fonódó dolgokkal előrukkolni. A Magyar Állampolgárok Klubjába jelentkezőket a Vár utcában levő Demokrácia Központba várnak. Egyébként az iroda segítségével eddig 8000 ember igényelte a magyar állampolgárságot, becslések szerint eddig több mint fele már le is tette az esküt.